For centuries, Mistralia's inhabitants led happy, prosperous lives in the valley, ruled by mage kings. Individuals who exhibited the gift for spellcraft were raised by the royal family. Until the troll plague. Commoner, noble, none were spared. Not even the royal family. The crown was passed to a young, untrained mage. Aetius, first of his name. He dabbled in forbidden uses of the gift, which consumed him. The Mad King destroyed entire villages. He had to be stopped. Thus began the Age of the Marquis, where magic is forbidden. But once every decade, a child still is born with the gift. Üdvözlök mindenkit, én Szajuk, ezt mind láthatjátok a Mages of Mistralia nevezetű játéknak a végigjátszás sorozata. Vele kezdünk a csodálatos játéknak, a csodálatos világának, a csodálatos mindenségességében, miközben bejövök ide a beállításokba, irányítás, azt így gyorsan így nézzétek át, hogy mi merre hány méter, illetve a játékból is, hogy mit állítottam akkor így be. Röviden, tömören így a hangoknál annyi a lényeges, hogy minden itt a játékon belül 100%-on van, az OBS-en belül van az, hogy a játéknak hangerét levettem 70%-ra, én amúgy megint csak 100%-on vagyok, bízunk benne, hogy jó állítottam be mindent, ha nem, akkor meg majd finom hangolok majd rajta. No, de akkor mi is ez a játék? Hát röviden, tömören ez egy indie fejlesztésű, 2017-ben kiadott, aranyos kis grafikával megáldott, tehát rajzolt grafikával megáldott kis varázslós játék. Volt már róla a csatornán egy random gameplay-es videó, abban igazából már elmondtam, hogy nagyjából, hogy mire kell számítani. Röviden, tömören egy kislányt fogunk alakítani, aki kezdő kis varázsló mágus lesz, és szépen lassan beletanul az összes fajta mágiába, és a játéknak a sajátosságát az adja, hogy kicsi rúnákat kapunk, és a rúnákból mi magunknak kell összerakni a varázslatokat. És tök bugyutának hangzik az elején, de olyan kombinációkat össze tudsz rakni a kis mozaikokból, hogy így a hajadat eldobod. Tehát nagyon komplex a mágia rendszer ebben a játékban, és mellette pedig nagyon aranyos kis történet. Úgyhogy röviden, tömören így ennyi, amit így el tudok róla mondani, úgyhogy nem is húzom az időt, bele is vágunk a játékba, mármint a kalandba, és lehet látni ugye, hogy van egy mentett állásom, főmágus módban már végigjátszottam a játékot, 18 óra, 19 óra alatt sikerült 100%-ra kihúznom az egész játékot, úgyhogy ide az üres helyre szépen elindulunk. Nos, háromfajta nehézségi szint van a játékban, van a mágus mód, ez a mód azok számára ajánlott, akik inkább kalandra szeretnének koncentrálni. A vasember mód, ez a mód azok számára ajánlott, akik intenzív kihívásra vágynak, a halál végleges, ha meghalsz, kezdheted előről a játékot. Na most én ezt nem nagyon szeretném, amúgy ezzel játszanék, viszont az utolsó mondat ez nem nagyon tetszik nekem, mert nagyon könnyen amúgy meg lehet benne halni. Tehát tényleg, úgyhogy inkább maradjunk a főmágus módba, ami ez a mód azok számára ajánlott, akik kihívásra vágynak. De igen, tehát én azt mondom, hogy igen, hogy ez az a mód, ami szerintem jó lesz nekünk, és akkor nem is húzom az időt, vágjunk is bele.
És akkor nézzük, hogy miről is van itt szó. Ja, nagyon sok mindent fel fogok amúgy olvasni a játékban, mert azt tudni kell, hogy hablat nyelven van az egész, és a beszélgetéseket is mind fel fogom olvasni. Nincsen benne szinkron. Tehát annyi szinkron van benne, hogy hablaty. Jó? De majd úgy is meglátjátok. Na, utazás ide a kanyargós tisztásra. Egykor egy kellemes zöld mező terült el egy vízesés mellett itt. A Mistral erdő közelében ősi és csodálatos templomszerű kőpavilonnal, mely még a mágus királyoknál is idősebb volt. Erdei vadászkunyhóként használták, amíg az idő múlásával össze nem omlott. Már senki sem jár arra. Szóval, most már tudnak a titkodról? Kérdőjel. Ki vagy te? Mentor. Nincs jobb dolgom, mint elindítani téged a mágus lét felé vezető úton. Ha nem így teszek, kétségtelenül felgyújtod az egész völgyet, ostoba lány. Mi? Hagyj békén, baleset volt, én... Tudom, gyere! Mégis hova? Nem akarok mágus lenni. Úgy gondolod? Nos, valószínűleg az otthonodról és a nagybátyádról sem szerettél volna lemondani. Mégis megtörtént. Lehet bőled egy mágus, akit a márki hamarosan börtönbe zár, vagy megölet, vagy pedig az igazi mágussá, vagy pedig igazi mágussá válva jót cselekedhetsz a völgyben. Gyere, figyelj rám és tanulj! Ki vagy te? Már mondtam, mentor. Rosszul hallasz, te lány? Te ki vagy? Zia! Üdvözöllek, Zia! Itt az idő elkezdened felnőni. Micsoda? Az élet igen egyszerű, nem de? A te birtokodban van az ajándék, mágus vagy, legalábbis az leszel, különben ideje korán elhalálozol. Válasz! Én nem akarok meghalni. Tehát akkor mágus vagy. Lássunk is neki. De mégis hogyan? Gyere velem, sokat kell tanulnod. Igen, azért mondom, mindent fel fogok olvasni. Tehát ennyi szinkron van benne, amit hallottatok én. Na. És innentől kezdve meg is kapjuk az irányítást. Na. Röviden, tömören, akkor gyorsan összefoglalom, hogy miről is van szó. Itt van az egér kurzor, remélem, hogy újra jutottam be a felvételtől, láthatóvá válik az egér kurzor. A lényeg, hogy amerre kattintok, arra tudok majd támadni. Tehát mindig az egér kurzorral tudom kiválasztani, hogy mit akarok egyáltalán megtámadni. De először menjünk ide a mentorhoz és beszélgessünk vele. Épp ideje volt, a mágusok nem alhatnak egész nap. Szóval a varázslás. Hűha? Mágia akkor, ha másik szó annyira félelmetes. Ha az emberek keveset foglalkoznának a szavakkal és többet a tettekkel, a völgy is kellemesebb hely lenne. Gyere! Akarsz még mágus lenni? Igen, de hogyan? Azzal, hogy próbálkozol, kudarcot vallasz, valójában fejlődsz, varázslatokkal. Ez egy varázslat volt. Milyen varázslat? Már is le akarsz nyűgözni az éles elméddel. Megtanítottam neked az alapokat, de a varázslatokat még tanulnod kell. Ha ezek és a varázskönyv beszerzése kimaradnak, kunyhók égnek le, tudod? Nem jó ez így. Nem jó ez így. Szóval próbálkozz, vaj kudarcot, ezáltal pedig fejlődj. Menj Havenbe, ahol a mágusok gyülekeznek. Vannak mások? Igen, hozzánk hasonlók. Havenben részesülsz képzésben. Az erdő mélyén fekszik, nem könnyű megtalálni. Egyszerűen kövesd azt az ösvényt, ami a legmélyebbre vezet. Ott megtalálsz, és megtanítom a kezdő lépéseket. Úgy érted, menjek Havenbe egyedül? Természetesen, te akarsz mágussá válni. Most pedig indulj. De nem veszélyes odakint a völgyben? De igen? De... Ó, ne aggódj, te lány!
Ha összefutnál valami borzalmas szörnyeteggel, gyújts fel. Egy egész kunyhót már úgyis sikerült, nem? Annyira egyszerű az élet, nem de? Hát lehet. Indulás, ne akart, hogy megbánjam. Érdemes amúgy mindegyes karaktert addig nyomatni, amíg ki nem fogy amúgy a beszélgetés. Na. Igen, itt van a bábó, ezért meg semmit nem tudok csinálni, és még semmilyen varázslatom nincsen. Na, tudni kell amúgy Ziáról, hogy nem tud úszni, úgyhogy a vizet kerülni kell. Erőteljesen. Bár mondjuk majd lesz egy-kettő ilyen átvezető videó, ha a játék meghazudtól. De alapjáraton, amikor így játszunk, nem tud úszni. Jó? Tehát a víz az halál. Halált jelent. Na, úgyhogy nem is húzzuk az időt szépen, akkor haladunk előre. És már bele is estünk a vízbe. És igen, pont erről beszélek, tehát hogy itt ebben a jelenetben azt mutatja be, hogy Zia tud úszni ezek szerint. De mikor én megyek bele, akkor így egyből el is süllyed, és így kész vége. Szóval, csodás. Most hogyan fogok eljutni Heavenbe? Tehát meg is mutatom amúgy. Tehát belejövök a vízbe, és kész vége. Na, úgyhogy haladjunk akkor szépen tovább. Tehát a Borel Eyes Games bemutatja Luix Felix Caution játékát. Remélem jól mondtam az emberünk nevét. Patrick G. Mondo rendezte a játékot. És aminek nem más a neve, mint Mages of Mistralia. Na és meg is érkeztünk az egyik, hanem a legfontosabb tárgyunkhoz. A varázskönyvhöz. Egy varázskönyv. Kíváncsi vagyok, mit keres itt. És a varázskönyv beszél hozzánk. Ki vagy te? Ez megszólalt? Vagy csak a fejemben hallottam? Nos, te is megfelelsz. Ne félj, fiatal mágus. Visszavezetlek az utadra. Jobb, ha magammal viszem. Na, új tárgyat szereztünk, ami nem más, mint a varázskönyv. Úgy tűnik, ez a varázskönyv telepatikusan kommunikál velem. Nem hinném, hogy a mentorkönyve erre képes lenne. Nagyon jó. Tessék, hadd mutassam meg, hogyan használhatsz egy imedi varázslatot. Na, új varázslatot tanultunk, az immedit, ami lehetővé teszi az azonnali varázslatok, mint például a vágások és robbanások megidézését. Na, a bal egérgombra van rátéve az imedi alapjáraton, ezekkel tudunk, hát igazából ez egy közelharci támadás, elejen pillanatban, és ugye ezzel tudok gyakorlatilag ütni, vágni, és ugye elektromos sebzést csinál. Illetve ezeket a csillagokat is imedivel tudom aktiválni. Amik ugye néha napján kinyitnak ajtókat, illetve vannak ilyen kis vázák, ezeket pedig összetörhetem. Amiből eshet ilyen zöld gömböc, ami amúgy fizetőeszköz. Na, illetve vannak hordók, a hordókból is eshetnek zöld gömböcök, amúgy eshet életerőpont is, illetve mágia pont is. Amúgy szerintem nem kell elmagyaráznom, de azért elmagyarázom, a felső piros csík, ez az életerőnket mutatja, hogyha leesik nullára, akkor meghaltunk. A kék pedig ugye a varázserőnket mutatja, láthatjátok, hogy minél többször használom a varázslatot, annál inkább fogy. Aztán, hogyha egyszer elfogyott, akkor abba kell hagynom és meg kell várnom, amíg visszatöltődik. Na, nézzük akkor. Ellenfelet is kaptunk már is. De szerencsére már van egy varázslatunk, úgyhogy az imedivel ezt el tudom intézni. A goblinok ennyire vakmerőek lennének? Melyik mágus nem őrzi az erdő ezer részét? Kérdezi tőlünk a varázskönyv, csak ugye igazából nem tudunk rá válaszolni. Amúgy az irányítás tök egyszerű, tehát VASD-vel tudok amúgy mozogni. Tessék! Szükséged lesz egy új trükkre, szükséged lesz egy új trükkre, pont. Megmutatom, hogy idézheted meg egy ego varázslatot. Szóval, ego. Lehetővé teszi az önmagadra ható varázslatokat, mint például a pajzsok és a gyors mozgás megidézését.
Na, itt ugye van egy ilyen kis légáramlat, megmutatom, hogy mi történik akkor, hogyha nem használnám az egót, amúgy a szóköz használatával lehet az egót előhívni. Tehát, hogyha nem használom, akkor alap esetben lelök engem, és ugye sérülök is. De semmi gond nincsen, és akkor legalább meg tudom mutatni azt, hogy igen, a ládákban néha napján van életerőpont is, nem csak ilyen zöld gömböt. Aminek amúgy van valami neve, csak elfelejtettem, hogy mi az. Na mindjárt megmutatom, hogy akkor itt mi is itt a helyes megoldás. Mert alap esetben, hogyha használom az egót, a szóközt, akkor pajsként funkcionál. Tehát, ameddig ez aktív, addig nem hatnak rám a sebzések. Természetesen ugye addig, ameddig a varázsröm kitart. Na, szóval közelharcban már tudok támadni, illetve tudok védekezni is. Meg van egy kollega. Na ebbe például mana pontok voltak, itt meg van életerőpont is, nagyon jó. No. Szépen akkor haladunk tovább, jön a következő varázslat típus. Úgy érzem, természetes vonzódást érzel a következővel, én Actus varázslatnak hívom. Actus. Lehetővé teszi a feltételhez kötött varázslatok, mint például az aknák és lövedékek megidézését. Ez pedig a jobb egérgomb. Tehát mostantól tudok tüzet idézni, ami igazából egy lövésnek tudható be. Tehát igazából távolsági támadás innentől kezdve. Tehát el tudok tőle távolodni. És ezeket igazából, ezek ilyen gyertyatartók, ezeket így meg tudom gyújtani. Vagy fákja tartok inkább. Ezek is általában aktiválnak valamit. Olykor ajtókat, de előfordulhat, hogy platformokat. Na, és néha napján ugye trükközni is kell. Megidézem, visszajön, begyújtja. Ezek még ilyen alap kis puzzle feladványok, de később azért majd lesz egy-kettő fejfájást okozó, de semmi gond, mert majd azokat is mind-mind meg fogjuk oldani. A mágiánk segítségével mindent meg lehet oldani. Lesznek olyan feladatok, amiket nem tudunk elsőre megcsinálni, mert bizonyos mozaikok, bizonyos varázslatokra szükség van. Na gyere! Nem jössz? Fura, hogy nem jön utána. Pedig elvileg ez közelharci. Gyűjtögetünk, és alaposan amúgy körbe kell nézni, mert lehetnek amúgy más dolgok is. Szóval, egyetlen varázslat típus maradt hátra, itt van a Krió varázslat. Vagy Kreó. Lehetővé teszi a tartós hatással bíró varázslatok, mint például a jéghidak és tűzfalak megidézését. Ez pedig a bal shift. Nos, alapjáraton amúgy jéghidat tudok amúgy létrehozni. Ezre igazából rá tudok állni, ez megtartja a súlyomat, és ennek a segítségével tudok a vizen átkelni. Anélkül, hogy bármi probléma adódna. Oké. Okay. Mi ez a különös jel a Földön? Teleportációs pecsétnek tűnik, de fogalmam sincs, hogy hova vezet. Hát mindjárt megnézzük. Az elvel lehet amúgy aktiválni. Utazás ide. Heaven. Amikor a királycsaládot és az összes többi mágust kitiltották Mistralliáról, néhányan hátramaradtak és megépítették ezt a titkos rejtekhelyet. Az egyetlen befelé vezető utat májkusan elrejtették, így ha egy óvatlan vándor betévedne, fogalma sem lesz róla, hogy egy település közelében jár. Na és meg is jöttünk Heavenbe. Na, mi ez a hely? Ez egy teleport. A használatával egy másik teleporthoz utazhatsz Mistralliában. Természetesen egy kisebb összegért cserébe, 10 darab zöld labdáért, ha csak épp nincs nálad egy portálkő.
Teleportálsz-e? Miért? Még nem aktiváltam másik teleportot, ahova utazhatnék. Így nem tudok most egyelőre máshova teleportálni. Na. Nem sietted el, hogy ide érj. A mentorunk már itt van. Beleestem a folyóba a házad mellett. Mentor, ezt a különös vará... Ez meg micsoda? Szereztél egy varázskönyvet? Mutasd csak. Hát, igen, ő voltam most egy kérdőjelek. Már varázslatokat is tartalmaz? De aztán jól kihagytál egy-két leckét. Üdvözöllek Heavenben, Zia. Vagy Heavenbe. Mi mágusok szükség esetén itt találkozunk. Ő itt pedig, itt a bűvmester. Szia, örülök a találkozásnak. Hát hümmög egyet. Igen, én gondoskodok erről a helyről. Általában ő biztosítja a varázskönyvet is, de úgy látom, te azon már túl vagy. Készen állsz kilépni a világba és elindulni az igazi mágussá válás útján? Mi a tettek révén tanulunk. Először is meg kell látogatnod Mistralia erdőt. Gyökeret vert ott a gonosz. Én mit tehetnék? Azt, amit a mágusok. Kutass fel a romlottság forrását és szabadulj meg tőle. Komolyan ez a mágusok feladata? A mágusok gondoskodnak a völgy védelméről az elkanászodott mágiával szemben. Ez volt a feladatunk a mágus királyok idején, és mára sem változott. Most pedig rád hárul. Mielőtt elindulná, adok egy tanácsot. Látod itt ezt a lámpaoszlopot? Segítségével mi mágusok rögzíthetjük az emlékeinket az előrehaladásunk megőrzése érdekében. Utazásod során ne felejtsd el te sem használni, ezzel sikerült a mágusoknak oly sokáig uralkodniuk. Köszönöm, bűvmester. Egyébként lehetőleg ne taposd le el a virágaimat. Kövess az utat dél felé, hogy eljuss a Mistral erdőbe. Sok szerencsét, már ha hiszel ilyesmiben. Na, mentorral még tudunk beszélni? Megtisztítottad már az erdőt? Nem, még nem. Az emberek folyton betévednek a kertembe és letapossák a virágaimat. Emiatt arra kérlek, szerez nekem néhány új hagymát. Látod ezt a kék virágot? Az egy mágikus liliom. Ültess el négy mágikus liliomot a kertemben, vagyis hát a kertem befejezéséhez. Egyet a Mistral erdőben, egyet az eredetnél, egyet pedig a felvidéken találsz. Az utolsót fogalmam sincs merre találod. Megpróbálom felkutatni őket. Csodás! A mágikus liliomokat a kertemből lélekgyöngyökkel kombinálva varázselő amuletteket hozhatsz létre, melyek pillanatok alatt helyreállítják a varázselődet. Minél több mágikus liliomot ültetsz el, annál több varázserő amulettet készíthetsz párhuzamosan. Szóval, varázserő amulett. Mágikus liliomból és lélekgyöngyökből készült varázserő amulett. A segítségével helyreállíthatom a varázselőmet. Jó, akkor igen, ezek a zöld lasztik, ezek lélekgyöngyök. Jó. A régmúlt mágusai hatalmas őrzők voltak, gondoskodtak az utak biztonságáról és megszelidítették az erdőt. Kevesen maradtunk, de legjobb tudásunk szerint végezzük a dolgunkat. Rendszeresen megtisztítjuk a Mistral erdőt. Egy tanítvány is képes lenne rá. Jó, itt meg már igazából ugyanazt mondja. Jó, ugye, mint mondottam, minden egyes beszélgetést érdemes végighallgatni. És addig nyomatni, ameddig ugye be nem fejezik. És hát akkor gyűjtjük ezeket a lélek gyöngyöket. És közben megpróbálok mindenkivel beszélgetni. No. Ó, itt van egy ládika is. Itt. Szépen ki is nyitjuk, mert nézzük, mi van benne. Zöld lélek gyöngyök, ötszörös szorzó. Ezek a kövek gyakran fordulnak elő Mistralia mágikus reagensként használták őket a mágus királyok korábban, de főként fizetőeszközként dominálnak. Ez így van. A játéknak így az elején igazából egy kicsit lassú lesz a haladásunk, de később majd azért lesznek mágiák, aminek segítségével majd meg tudjuk gyorsítani az utazásainkat. De egyelőre azok a mozaikok, varázslatok azok egyelőre még nincsenek a birtokomba. Cinna nevezetű úriember. Hello, Zia vagy, igaz? A nevem Cinna. Üdvözöllek Heavenben. Itt megpihenhetsz, találkozhatsz a többi mágussal és ehetsz. Emellett a mágusok próbáján próbára teheted a képességeidet, de egyelőre arra még nem állsz készen. A mágussá válás igazi áldás, de egyben nagy teher is. Ez így van.
Néhány tanítvány nem éli túl. Még emlékszem Júliusra, vagy Júliusra, mindegy. Szegény megette a saját tűzgolyóját. Mária elég vicces volt, igaz nem valami jó. Képtelen volt kiismerni a jég megidézésének csinyát-binyát. A márki őrei elfogták. Aztán ott volt Octavius is. Nem hallgatott senkire, mindig többre törekedett. Elvették a könyvét, és a biztonságunk érdekében kirúgták innen. Nagy kár, hogy idáig fajult, mert egy mágus egyedül képtelen a túlélésre odakint. A mágussá válás igazi áldás, de egyben nagy teher is. Jó. Kedvük szerint már kimerítettük itt a beszélgetéseket. Na, vizsgáljuk meg ezt a szoblot. A táblán az áll Debruzid. Debrusid. Legendás hős és igen dühös. Jó, ugyanaz, tehát ennyi áll csak a táblán. Jó, még azért elmegyünk oda hátra, megvizsgáljuk ezt is. Sprite egyenlő ikon, decrypto, ez name top, a mágusok próbája. Szerintem itt valami valami fordítási hiba lehet. Nem tudom. Na nézzük. Azt írja, a próbák csarnoka tett próbára a hozzáértésedet mágusként hihetetlen nyereményekért. Jelenleg zárva van. Majd ez is ki fog nyílni, csak a történetbe kell előre haladni. És majd akkor. Azt is amúgy meg fogjuk majd csinálni. Van elég, van egy pár kihívás ott, majd azokat is mind megcsináljuk. És amúgy ez itt a mágus kiképző terem. Tehát ennek a segítségével el tudok teleportálni a mágus kiképző terembe, és itt egy csomó bába van, így gyakorlatilag az összes varázslatot, amit szeretnék kipróbálni, büntetlenül kipróbálhatom. Hát hogyha úgy nézzük, akkor majdnem ingyen. De jelenleg nincs sok varázslatom, úgyhogy mehetünk szépen vissza. Még kell egy pár mozaik, egy-két varázslat, hogy jók legyünk. No, hogy ezek itt micsodák? Ezek itt kutak. Ide négy darab lélek gyöngy, vagy nem is tudom mi ennek a neve, tehát hogyha négyet beledobok ide, akkor megnöveli a mágiámat, de jelenleg nincsen nálam ennyi. Ez pedig az életerőmet növeli meg. Pontosan. De jelenleg ugye nincs nálam egy se. Viszont... Lila lélekgyöngy. Jó, akkor ez is lélekgyöngy, csak lila. A lila lélekgyöngyök eléggé ritkák és sokkal hatékonyabb a mágikus reagensek, de Mistralia átlagos lakói hibásnak gondolják őket, mivel nem rendelkeznek pénzbeli értékkel. Igen, na ezekkel a gyöngyöknek a segítségével tudom majd a mágiámat, illetve az életerőmet is növelni. No, itt van egy tanítvány, egy másik iskolatársam. Ó, te új vagy! A nevem Emma, egy olyan mágus, mint te. Feltételezem, azon gondolkodsz, hogy hogyan is juthatnál ki. Igen. Heavent egy mágikus pecsét védi, meg kell szüntetned, mielőtt be vagy kilépsz. Próbáld most meg. Na, itt vannak ilyen pecsétek. Igen. Jó, oké, én azt értem, csak szeretném... Ja, nem, rá kell... Ja, igen, ki kell jelölnöm itt, és akkor olvas. Na, beszélj, mágus, és lépj be. Na, ezekkel a pecsétekkel annyi a lényeg, hogy itt van egy karika, és mindegyes karikának van egy ilyen kis háromszöge, aminél annyi a lényege, hogy csatlakoznia kell egy másikhoz. Ez amúgy egy tök egyszerű pecsét így, mert így szépen berakjuk, és mindegyik ugye kapcsolódik a másikhoz, és kész. És a pecsétet meg is törtük, úgymond. És így kinyílik a kiárat, avagy bejárat Heavenbe számunkra. Sok ilyen pecsét lesz amúgy a játékban. Gondolom, sejtitek, hogy ahogy haladunk előre, egyre nehezebb pecsétek lesznek, és egyre nagyobb jutalmak lesznek amúgy mögöttük. Szóval, szép munka, tudtam, hogy képes vagy rá. Az ősi mágusok a holmiukat gyakran elzárt helyeken tárolják. Ha szerencsével jársz, további pecsétekre bukhatsz a völgy távoli szegleteiben. Jó. Várja, Emma, valamit tudok még beszélni? Légy kedves, oké? A további pecsétekre a völgy távoli szegleteiben bukolhatsz, igen? Légy kedves, jó, akkor ezek szerint ezt kimerítettük. Jó, akkor igazából itt így ennyi, és akkor mehetünk is kifelé, Heavenből. Ezt jelen pillanatban még nem tudom kirobbantani, mert még nincsen meg a robbantásos varázslatom. De majd lesz olyan is. Fiatal hölgy, meg tudnád mondani, hol vagyunk? Én nem vagyok benne biztos.
Ó, nos a térképem szerint itt szóval megyek tovább az úton. Nem szeretek rövidíteni. Ne feledd, a térképed megtekintésével bármikor láthatod, hogyan férhetsz hozzá a többi területhez. Na, a táblán az áll Uthor Bathein, a királyi térképész, egy férfi, aki a világ felfedezéséről álmodott. Bátran elindult az ismeretlenbe, hogy tintával feltérképezhesse a vidékünket. A legelhagyatottabb tisztásokra, a legmagasabb szirtekre és a legtávolabbi partokra is eljutott. Amúgy emmel tudom megnyitni a térképet. Na, és gyakorlatilag röviden tömören így ennyit a térkép, jelenleg ugye itt tartózkodunk, ez itt Heavennek a területe, és nekem ide kell eljutnom a Mistral erdőbe. Mit kell tudni itt a dolgokról, gyorsan elmagyarázom. Tehát itt 5 darab rejtett kincs van, és 2 darab varázslatot lehet ezen a területen amúgy megszerezni. Az egyik amúgy emlékeim szerint a mágusok próbáján van, a másik pedig itt volt ugye egy kő darab, amire ugye mondtam, hogy még nem tudom berobbantani, ott lesz amúgy a másik. Illetve hát ugye itt ládákat is jelöl, amiben vagy lila lélekgyöngy van, vagy varázslat van benne, bár nem varázslat nem lehet benne, tehát vagy lila lélekgyöngy van benne, vagy zöld. Azon kívül úgy nem sok minden más. Jó, és akkor röviden tömören így ennyi. Na nézzük csak itt az útbaigazító táblát. Szóval, jobbra van a Mistral erdő, balra van az eredet, és az utolsó, mintha csillogna, azt írja Heaven. Tehát igen, ezt a táblát csak mi látjuk. Senki más amúgy nem látja. Na szóval, ő itt George, az utazó kereskedő. Éppen végeztünk az árunk eladásával Greyleaf-be. Tudtad, hogy valami ott kigyulladt? Bizony néhány héttel ezelőtt. Nem árulták el, hogy mi történt, mint a féltek volna valamitől. Rendszeresen történnek balesetek, nincs értelme félni egy kis tűztől. Nem mintha egy mágus gyújtotta volna. Jó, ugyanazt mondja most már. Jó, és akkor itt van Anna, az utazó kereskedő. Az eredethez indultunk, de az odavezető utat elzárták. Át kell kelnünk a Mistral erdőn. Nem kedvelem a Mistral erdőt. Amint elérjük a mocsarat, mindig olyan érzésem támad, hogy figyelnek. Jó móka az utazgatás, de úgy nehéz, ha keveset látom a barátaimat. Jó, azt hiszem röviden tömören így ennyi. Meg is nézzük igen, hogy mi zárja el. Hát igen, itt van egy fal, amit megint nem tudok kirobbantani. Ezt megint csak ki kell robbantani, és akkor úgy tudok majd átjönni. Jó, ugyanazt mondja már. Jó, tehát a lényeg amúgy is, hogy nekünk a Mistral erdő felé kell menni, és ott kell megtisztítani a területet. Szóval, utazás ide, Mistral erdő. Réges-régen Greyleaf lakói az erdőn keresztül szállították az árut, de be kellett fejezniük, miután a Márki visszavonta az őrjáratozó katonáit. Azóta a goblinok befészkelték oda magukat, és a főutat járó utazók úgy érzik magukat, mintha mindig figyelnék őket. Igen, azon az útszakaszon kell végigmennem. Na nézzük akkor. Jó, kaptunk egy... mentési helyet, pontot. Oké. Na, ezeket meg lehet gyújtani. És akkor kapunk lélekgyöngyöket cserébe. Jó. És akkor alaposan körbenézünk, és megpróbálom, hát amit jelen pillanatban tudunk összeszedni, ezt majd be kell majd robbantani. Ezt a kislényt nem érdemes amúgy bántani, tehát alapjáraton semleges, hogyha én bántom, akkor megvadul. Oké, jövök. Valakinek segítségre van szüksége. Igen, talán egyszerűen jobb lenne, hogyha a távolságjakat elintézném. Au. Jól vagy, Rachel? Zia, te megmentettél? Úgy tűnik, mégsem vagy annyira rossz ember. Mit keresel az erdőben? Miután a kastély felé
vezető út el van zárva, megpróbáltam másutat keresni arra felé, hogy eladhassam a portékámat. A szekerem azonban lerobbant, és a goblinok támadtak rám. Innentől csak még veszélyesebb lesz. Összeszedem a holmimat, és egyelőre visszatérek Greylive-be. Szólnál a férjemnek, Vitásznak, hogy itt talál. Kétségtelenül szükségem lesz a segítségére a szekérrel. Menj csak előre, ne várj rám, hamar végzek. Szóval ő Rachel Maria kereskedő. Jó, és igazából ennyit tudok vele beszélni. Egy pillanat, türelmeteket kérem, csak... egy kicsit meg kell oldanom itt a telefonos gondokat. Na, meg is vagyunk. Ha haladhatunk, akkor szépen tovább. Na, akkor közben kaptunk még egy mellékületést, hogy szóljunk a férjének, hogy itt probléma adódott. És közben ugye haladhatunk szépen tovább. Tehát igen, ezeket én bánthatnám, de nem bántam őket, mert teljesen fölösleges. Jelenleg nem vagyok annyira erős mágus, hogy mindenkivel felvegyem a arcot. És igazából úgy vagyok vele, hogy fölösleges is egyelőre még. Megnézzük, hogy itt mi a helyzet. Itt van egy pecsét, jó, akkor ezt mindjárt alkalmazzuk, és ott van amúgy egy virág. Na várjátok, mert ezt mindig elszúrom, igen, tehát shift-tel tudom megidézni a jeget. És össze tudom szedni a virágot. Oda néz, egy májikus lilium, visszaviszem a hagymát a bűvmesternek. Ha van rá időd, vidd neki vissza, elültetheted a kertjében. Ez így van. Májikus lilium hagyma. A vadonban találtam ezt a virághagymát, elültethetném a bűvmester kertjében, Heavenben. Majd igen. Jó. Most gyorsan visszavarázsolom ide a jeget. Jégtúcsát. És közben megcsináljuk akkor itt a Szent Erdei Tisztásnak a pecsétjét. No. Akkor egyelőre ezt ide rakom, mert több mint valószínű, hogy ez ide való. Remélhetőleg. Sokat el lehet amúgy ezekkel szöszölni. Ezt akkor ide betesszük így, akkor ez így meg is van. Jó, akkor tudom majd ez hogyan lesz. Ide rakjuk, és így. Kész is a pecsét, és van mögötte egy láda, amiben mindjárt kiderül, hogy mi van. Lila lélekgyöngy. Nagyon jó, most már van belőle kettő darab. Még kettőt összeszedek, és akkor tudom növelni vagy az életerőmet, vagy a mágiámat, de adok egy tippet, szerintem érdemesebb a mágiát húzni. Minél több varázserőnk legyen. Legalábbis én azt fogom növelni. Jó. Oké, na most egyelőre azt fogjuk csinálni, hogy itt által jövünk. Megnézem, hogy... hogy ezt a kihívást, hogy meg tudom-e csinálni, nem, még nem tudom megcsinálni, mert magasan vannak. Igen, itt időre be kellene gyújtanom egyet, kettőt, illetve hármat. És hogyha meg tudom csinálni, akkor ide középre kapok egy ládát. Ez pedig egy... egy ilyen tippes történet. Kérsz egy tippet? Lehetséges, hogy nem rendelkezel a kihíváshoz szükséges rúnákkal. Kérsz egy új tippet 25-ért? Nem, köszönöm. Most nem, visszavállak. Persze, hogy visszavársz. Jó. Akkor most szépen visszamegyünk. És már megint támadnak. Au. Igen, alkalmazhatom amúgy a pajzsot is, hogy védekeznek. De nem mindig szoktam amúgy alkalmazni. Másfajta varázsot szoktam amúgy alkalmazni védekezés gyanánt. De majd. Majd az is sorra kerül szépen lassan. Na, és akkor, ha minden jól alakult, eljutottunk Greylive-be. Szóval, Greylive. Mivel a Mithral erdőt a goblinok felügyelik, és a Mithraliába vezető útat egy kőomlás zárja el, ennek az idilli hegyi falunak a lakói sokkal elszigeteltebbnek érezhetik magukat, mint valaha. Amikor Zia véletlenül felgyújtotta a házát, gyorsan akcióba léptek és száműzték őt. És amúgy itt jegyezném meg, hogy a játéknak zseniális zenéje van.
Na jobb, ha itt elteszem a pálcámat és kerülöm a varázslást az emberek közelében, különben letartóztatnak. Azt tudni kell igen, hogyha bármilyen településre betérünk, Zia automatikusan elteszi a pálcát, ilyenkor nem tudunk varázsolni semmit, ilyenkor tényleg csak futkározni tudunk, illetve másokkal beszélgetni. És ezt is fogjuk tenni, mert például itt van... Na, menjünk már ide. Itt van Tao, a kovács. Zia, örülök, hogy látlak. Már attól féltem, hogy soha többet nem találkozunk. Tao, hogy vagy? Milyen az élet Greyleafben? Nekem nagyon hiányzik. Jól vagyok, de szerintem nem szabadna még visszatérned, a többiek még félnek tőled. Mondogatom én nekik, hogy nevetségesek, de tudod milyenek. Sok szerencsét, Zia, remélem még találkozunk. Jó, akkor ezt kimerítettük, ezt a beszélgetést. Ó, oh, ne! Vitas Varnas az ács. Zia, mit keresel itt? Találkoztam Rachel-el az erdőben, a goblinok támadtak rá. Szüksége van a segítségedre. Micsoda? Rachel segítséget kér? Jövök már, Rachel. És már el is ment. Jó. Na, haladjunk akkor szépen tovább. Itt van Xavier, a földműves. Szép napot, Xavier. Zia, mit keresel itt? Nem szabadna itt lenned. Hiszen te egy mágus vagy. A Márki szerint az összes mágus veszélyes. Jó. Ezek szerint csak ezt fogja mondani. Ja. Na nézzük csak. Zia, az emberek akarata és a Márki törvénye alapján száműztek téged Greyleafből. A mágusok törvényen kívülieké váltak. Nem léphetsz be el innen. Elfogadhatatlan, hogy egy mágus van Greyleafben, még ha itt is született el innen. Márki nem engedi ezzel az itt létedet, nem léphetsz be. Jó. Szerintem csak ennyi lesz egyelőre. Misszalel erdő balra, felvidék jobbra. Jó. Itt is van amúgy egy virág. A kastély felé vezető utat elzárták, a Misszalel erdő túl veszélyes, komolyan elszigetelődtünk. Az a virág a kertedben odaadnád a hagymáját? A hagymáját az elpusztítaná a virágot, Zia. Ez egy nagyon ritka példány. Akkor eladnád nekem? Eladni? Nos, rendben. Eladom neked a virághagymát 99 zöld lélekkőért. Jó, hát szerencsé, hogy pont van nálam annyi. Úgyhogy meg is vesszük. Megveszem. Jó szórakozást. Amúgy... Igen, májkos Lilium hagyma, ezt ugye már olvastam. Amúgy ez Anelio a ravasz. Szóval, szeretsz olvasni? Régebben mindenhova magammal cipeltem a könyvémet, pont mint te. Manapság inkább maradok itthon, ha olvasok. Hé, Kás, te nem az a lány vagy? A pár héttel ezelőtti tűz, mi történt? A kastély felé vezető utat elzárták, a Misszalel erdő túl veszélyes, komolyan elszigetelődtünk. Jó, akkor ez így nagyjából ennyi, és igen, nem tudok errefelé kimenni, mert ezt is be kellene robbantanom. Úgyhogy így gondolhatnánk ugye azt, hogy most oké, okay, akkor most így hova merre tovább, de hát ugye mivel szóltunk az úriembernek, hogy a felesége bajban van, ezért most éppen visszamegyünk. És akkor megnézzük, hogy mi a helyzet, mert ugye az ő szekerük elállta az utat az északra vezető úton. Úgyhogy elvileg most már azt megtisztították és tudunk észak felé haladni. Úgyhogy visszamegyünk szépen a Misztrál erdőbe, ma úgyis az a feladatunk, hogy megtisztítsuk ezt a vidéket. És amúgy a játéknak az érdekessége, hogy amikor visszatérünk ugyanarra a területre, akkor minden újra termelődik a... Hát ezek a vázák is, az ellenfelek is, viszont a lélekgyöngyök azok, tehát a lila lélekgyöngyök azok nem. Illetve azok a pecsétek se, amiket ugye már aktiváltunk. Oké. Okay. Kell egy kis életerő, úgyhogy ezeket mindig általában összeszoktam törni. Aztán majd a játéknak az 50%-ánál, vagy hát ugye vége felé már nem fogok ezzel szórakozni. Na. Tudom, egyelőre még ilyen kis tessék-lássék mágusok vagyunk, tehát igen, a botunkkal ütjük a másikat. És mint mondottam, igen, kész a szekér. Vagyis hát elkezdték ugye megjavítgatni, úgyhogy most már alakul itt a dolog. Még egyszer köszönöm a segítségedet. Nos, úgy tűnik, hiányzik némi árum. Szerintem a goblinoknak sikerült egy részét meglovasítani. Esetleg te vissza tudnád szerezni?
megpróbálom. Tudtam, hogy rád számíthatok. Négy zsáknyi árumnak veszett nyoma. Ehhez hasonlóan mindegyik Greyleaf címerét viseli magán. Greyleafben fogok rád várni. Ne feledd, a leltárod megnyitásával bármikor áttekintheted a tárgyat és felszerelheted a pálcádat. Az I betűvel. No, ugye itt van a leltárunk, a varázserő amulettet ugye azt már felolvastam, illetve itt van a májkus lilium hagyma, azt is ugye mondtam. Itt látható az életerőnk, tehát hogy hányszor növelhetem az életerőmet, hányszor növelhetem a varázserőmet, láthatjátok, hogy 10-szer, tehát eddig ugye nullaszor növeltem mind az életemet, mind a varázserőmet. Látható ugye, hogy mennyi zöld és mennyi lila lélekgyöngy van nálam. Ha ide kattintok, vagy ugye megnyomom az E betűt, akkor a pálcákhoz jutok be. Összesen van 10 pálca amúgy a játékban, mindegyik pálcának van negatív és pozitív... mondjuk ez nem teljesen igaz, de különböző pálcák különböző előnyökhöz juttatnak. Van olyan pálca, ami nagyon nagy előnyhöz juttat, viszont van valami negatívuma. Ez a tanítványbolt egy alappálca és semmi különlegeset nem tud. A mentortól kaptam, amikor befogadott, és igazából ennyi, imádja Zia ezt a pálcát. Röviden, tömören így nagyjából ennyi. Köszönöm, hogy megmentetted az én récselemet, Zia. Ha bármit is szeretnél megépítetni, a jövőben ne látogass meg. Ez egy fontos mondat volt, úgyhogy erre majd emlékezzünk vissza később. Jó. Még mindig az árum után kutatsz, összesen 4 zsák van. Jó, akkor semmi más nem mondom neki jelenleg. Jó, akkor mi most haladhatunk szépen ugye észak felé, mert kinyillott erre felé az út. És közben ugye mit megbántani akarnak minket. Egyelőre itt a hidat még nem bontom le. Mert ide szeretnék bemenni. Na nézzük csak. Aha. Hát itt jelenleg ugye az a helyzet. Kérsz egy tippet? Nálad van minden, amire szükséged lehet a kihívás teljesítéséhez. Igen. Nézzük csak, akkor kérek egy tippet. Ehhez a kihíváshoz nincs szükséged rúnákra. Igen, tehát mindjárt mutatom, hogy mi a helyzet. Tehát, hogyha ezt megnyomom, akkor körbe-körbe megy amúgy itt a mindenség. De közben ugye fúj a szél. Tehát itt röviden tömören annyira lenne szó, hogy itt kellene csinálnom jeget. Ezt ugye be kellene gyújtani. És miközben ugye a jegen állok és magam alá varázsolgatok, plusz pajzsot is teszek, hogy amikor jön a szél, és még pluszba ugye idézgetem meg a tüzet. Nem lehetetlenség megoldani, de majd lesz egy rún, ami majd segítkezik majd ebben, úgyhogy egyelőre még akkor nem, ezt majd megegyezzük, hogy ezt majd egy kicsit később megcsináljuk. Amint meg lesz a mozgatás rúnám, vonatok ez a könnyebb lesz. Ez robbanós, úgyhogy vigyázzunk vele. Au. Kicsit beszorultam. Hát akkor kájtolás művészete következne, hogyha jól időzítettem volna. Na folytassuk. Na ezért mondtam, hogy könnyen meg lehet amúgy olni a játékban. Tehát nem nehéz nem meghalni. Főleg, hogyha az ember még ugye nem szeret össze rúnát. Például igen, a mozgatás rúna az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos rúna. Úgyhogy majd azt mindenképpen be akarom szerezni, te pedig nem tudom, miért akarsz engem ennyire követni. A mozgatás rúnának a segítségével, vagy hát varázslat segítségével, igen, jó, oké, ezt is mind tudjuk. Igen, ott vannak a pálcák, igen, azoknak a segítségét tudom alkalmazni. Jó.
Na gyertek! Igen, ugye az a jó ez ebben a varázslatban, hogy megszakít. Kicsit akkor elfutunk. Szedjek egy kis életerőt. Na, megint el kell mennem életerőért. Begyújtjuk. Visszaszedem gyorsan az életerőmet, itt van amúgy az egyik zsák, úgyhogy szépen azt fel is veszem. Itt van Rachel egyik zsákja. Ez az első. Egy zsáknyi áru. A goblinok által ellopott többféle árut tartalmazó zsák. Összesen 4 van. Vissza kellene vinnem őket Rachelnek. Hát majd ugye akkor fogjuk őket visszavinni, amikor mind a 4 megvan. De ugye egyelőre csak 1/4. Jó, és akkor egyelőre ezzel így megvagyunk. Haladhatunk szépen tovább. Közben ellenfelek megint. Jó, de amúgy meg is mutatom, hogy itt vannak a varázslatok. Tehát van Immedi, Actus, Creo és Ego. Egyelőre semmilyen más rúnát nem tudok hozzácsatolni. De majd. Azt is majd meg fogom mutatni. Amint lesz egy rúna. Úgy ezt nem bántjuk. Jó, gyorsan ugye elintéztem a távolságit. Ugye az a legveszélyesebb. Jelenleg. Gyorsan feltöltöm magam. És le is záródott mögöttem az útszakasz, hogy erre én már vissza nem megyek. Egyelőre. Itt van egy életerő. Vagy életerő, egy mentési pont. És... fő ellenfél harc. Óriás goblin bajnok, Lardi. Gyere. Mindjárt kész vagyunk. Au. Jó. Kész is. És kapunk is egy rúnát. A mozgatás rúnája. Mozgó viselkedéssel ruházza fel a varázslatot. Ez Actusra, Creora és Ego varázslatokra használható. Mindjárt meg is mutatom, hogy hogy is működik. Ez egy rúna, ez egy viselkedés rúna. Ha szerencséd van, a völgyben további hasonló ritka kövekre bukkalhatsz. Lehetővé teszik, hogy módosítsd a varázslataid viselkedését. Most már beléphetsz a varázskönyv menübe, az Actus varázslat megtervezéséhez próbáld meg kombinálni az új mozgatás rúnát az Actus varázslatoddal. Abból tudunk ugye belépni. Na, válasz ki és módosítsd az Actus varázslatodat. Jó, ide akkor be is lépünk. Ígyni. Csatlakoztasd az új viselkedés rúnádat a mozgatás a fókuszhoz az oldal közepén. Itt vanni.
A lényeg, hogy csak úgy lehet amúgy csatlakoztatni, mutatom az adott rúnát, hogy itt is ugye a nyilacskákat kell figyelni. Tehát például így nem csatlakozik, így viszont igen. A viselkedés, oktatás teljesítve. Megpróbálsz új viselkedéseket hozzáadni, ha az utat során rájuk bukkansz, a hatásuk halmozódik. Tehát azért mondom igen, hogy így működik az egész mindenség. Na, most, hogy így ezt megcsináltuk, innentől kezdve a tűz, amit meg tudok idézni, az innentől kezdve tűzlabda lesz. Mostantól már tudok tűzlabdát lőni. Illetve, ugye eddig pajzsot tudtam létrehozni. Na de mi van akkor, hogyha az egóhoz hozzátesszük a mozgatást? Kérdezhetitek? Figyeld! Tudok suhanni. Na, ez a kitérés! És igazából röviden tömören mi történik, hogyha kreóval hozzáteszem? Hát ugye nem tócsa lesz, vagyis hát de tócsa lesz. De hát ugye egyenes vonalú egyenletes tócsát tudok ugye létrehozni. Tehát röviden tömören így ennyi. Tehát igazából egy hidat tudok most már csinálni, nem csak egy platformot. No, akkor egyelőre annyit csinálunk, hogy ide visszajövök, mentsen egyet a rendszer, és akkor benézünk ide, hogy itt mi a helyzet. Öreg bányák. Amikor még biztonságosnak számított az erdő, Greyleaf lakói kristályt bányáztak ezekben a természetes barlangokban. A külső bányajáratok instabilak, és törmelék nehezíti a közlekedést. Kisebb kövek és kavicsok hullanak a plafonról és a falakról. Ezek hatalmas sziklafalak, itt-ott halványan csillognak a foszforeszkáló köveknek köszönhetően. És itt is van bent egy zsák. Így már kettő van nálam. Nagyon jó. És egyelőre nem tudok itt tovább haladni, mert itt fogok majd kijönni, mert egy másik bejárat lesz, ahol majd itt ki tudok jönni. Ezt pedig még nem tudom egyelőre berobbantani, mert nincs meg a varázslatom. Úgyhogy röviden, tömören igazából csak a zsákért jöttünk be jelen pillanatban.